Kedves nézőink, jó estét kívánok! Ez a 35 perc, a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Ünnepi megemlékezést tartottak vasárnap Szatmárcsekén a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Többek között erről is szó lesz mai műsorunkban. Nézzük a teljes kínálatot. Településfásítás. Már pályázhatnak az önkormányzatok a negyedik ütemre. Változások. Több pontban módosították az építészeti törvényt. A Magyar Kultúra Napja a himnusz előtt tisztelettek Szatmárcsekén. Gömbszivarfa, keskeny levelű kőris és közönséges nyír. Csak néhány abból a 13 fafajtából, amelyet igényelhetnek az önkormányzatok a 2024-es településfásítási programban. Ennek első ütemében több mint 40 önkormányzat vett részt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből. Január 15-én elindult a regisztráció a negyedik ütemre. A rendszerváltozás óta a legnagyobb belterületi fásítási kezdeményezésre a 10 000 fő alatti települések önkormányzatai vagy civil szervezetei jelentkezhetnek. A településfásítási program az országfásítási program részeként az Agrárminisztérium kezdeményezésére indult el 2020-ban. És ez azért indult el, mert az ország fával borított területének a növelése, gyarapítása, annak megőrzése, az nekünk erdészeknek is abszolút a fő tevékenységünk, és az Agrárminisztérium ezen kezdeményezése, ez nem csak a külterületekre vonatkozott, hanem a belterületekre is volt lehetőség egy ilyen programot kitalálni, és a településfestési program az beváltotta a hozzáfűzött reményeket, hiszen mostanra elmondhatjuk, hogy már 46 ezer darab sorfát ültettünk el így a településeken. Egy-egy ilyen ültetési eseményen ott 10 és 30 darab közti sorfa kerül elültetésre, és azért a visszajelzések, meg most már igazából az, hogy a 10 000 fő alatti települések, mondhatom, hogy több mint felében már van ilyen településfestési programmal, országfásítási programmal ellátott fa, az azt mutatja vissza, hogy erre szükség is van erre a programra. 2020-ban 43, aztán közel 60 település igényelt sikeresen itt a településfásítási programban, a legutóbbi alkalommal is közel 40 település, tehát ezek mind-mind egy-egy ültetési eseményt jelentenek, ahol a már említett 10-20-30 sorfa elültetésére kerül sor, és ez összesen azt jelenti, hogy ott a vármegyében már pontosan 3564 sorfa került elültetésre, úgyhogy ez nagy öröm, meg azért már a számból is érződik, hogy ez a 3564 fa, ez már valóban látszódik is, és szerintem ott az ott élő lakók nap mint nap, de hogy minden héten találkoznak legalább vele, az biztos. Az első pillanattól kezdve nagy hangsúlyt kapott ez a része a programnak, hogy ez szakmailag is egy működő, jó program legyen, mert azért aki fát ültet, az nem csak egy évre tervez, egy szezonra tervez, hanem azt, hogy nagyon átgondolta kell tenni. Nekünk erdészeknek mi is azért ezt így alapvetésnek gondoljuk, de azért érezzük, hogy ezt a tudást, vagy ezt a szakmai, mondhatom, szemléletmódot, ezt ezeken keresztül is át tudjuk adni, mert amikor egy fát elültetnek, akkor jól átgondoltan kell, hogy hogyan fog kinézni az adott hely 15-20 év múlva, mik az ottani településrendezési tervek, közműveket is figyelembe kell venni, hogy milyen koronája legyen a fának, inkább akkor érdemesebb egy alacsonyabb habitusút venni, hogyha a kívánt hely fölött éppen megy egy vezeték. Tehát, hogy ezeknek sok-sok szempont van, aminek meg kell felelni, és próbálunk mi egy olyan fafaj listát az igénylések során biztosítani, amelyek egytől egyig a belterületi fásításra alkalmas fafajok, és nem csak alkalmasak, de így országszerte is megtalálják a minden település szerintem azt, ami a neki tetsző és a megfelelő termőhelyre is alkalmas.
Ilyen például a 20-30 méterre is megnövő, széles koronájú ezüst hárs, ami sárga, illatos virágait júliusban hozza. Ettől alacsonyabb a maga 10-15 méterével a fehér eper, vagy a hegyi juhar, ahol pedig még alacsonyabb fának van hely, oda a lapított gömbkoronájú, sűrű ágas, 3-5 méter magas gömb szivarfát javasolják a szakemberek. És akkor még ott van a közönséges nyír, az akár 40 méteres kőr is, vagy a gyors növésű pusztaszil. A programban regisztrálni a magyarországi 10.000 fő alatti települések tudnak, elsősorban az önkormányzatok, de hogyha van olyan egyházi vagy civil szervezet, aki ezt szívesen felkarolja, ezt a kezdeményezést, akkor ők is tudnak polgármesteri hozzájárulással ezen elindulni. Minden település csak egy, a programban egy igénylést adhat le, és most január 15-én nyílt a regisztrációs időszak, ezt egy olyan előregisztrációnak is tekinthetjük, és akinek sikerült regisztrálnia, az pedig február 1-én 10 órakor fog majd nyílni az igénylési felület. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ott azért a jelenleg rendelkezésre álló 10.000 darab sorfa az gyorsan gazdára fog találni, de azért reméljük így is, hogy 4-500 települést azt el tudunk látni így idén is a fajokkal, fákkal. Nagyon fontos pillanat egy fa életében az, amikor elültetik, és külön is kell erre figyelni, és ezért nem mindegy, hogy azt mikor ültetjük el. Itt a tavaszi ültetési időszakról és őszi ültetési időszakról beszélhetünk. A tavaszi az általában itt a fagyok meg a korán jövő melegek miatt az egy kicsit szűkösebb. Március-április körül 4000, az őszi ültetési időszakban pedig 6000 fa kerül majd a helyére. Bő két hónapja lépett életbe az új építési törvény, amely szerint egységes törvény vonatkozik az összes állami építési beruházásra. Ez mindazokat a beruházásokat érinti, amelyeket legalább 50%-ban magyar költségvetési, illetve Európai Uniós forrásból finanszíroznak. Az országgyűlés azóta más módosításokat is elfogadott. Mindeközben a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján egy év alatt több mint 12%-kal esett vissza a magyar építőipar teljesítő képessége. A változásokról és az okokról kérdezem itt a stúdióban Vég Józsefet, a Vármegyei Építészkamara elnökét. Jó estét kívánok, elnök úr! Jó estét kívánok! Köszönjük, hogy itt van nálunk, és hát akkor kezdjük az utolsó kérdéssel igazából, illetve témával, hogy csökkent az építőipar volumene 2023-ban. Hát azért nagyjából sejtheti szerintem a néző, hogy mi lehet ennek az oka, de önök szerint mi az oka? Hát itt nyilván ez az elmúlt években jelentkező Covid és inflációs nyomás és az állami beruházások vagy az állami közbeszerzések visszaesése mindenképpen hatással van a napi életre, legalábbis az építőiparban dolgozók világára. Mindenképpen, ami a kivitelezőket, a tervezőket, építőanyaggyártókat is jelenti, úgyhogy ebben a körben egy picit én is készülgettem múlt évi összegzéseket keresgélve, vagy ez évi előrejelzéseket nézegetve, és a múlt év az folyamatosan a rendelésállományok csökkenéséről, legalábbis az egy évvel ezt megelőző időszakhoz mérik általában, aztán évesen is ezekről szól. Tehát ilyen kedvezőtlen trendeket az építőipari vállalkozók országos szövetsége, az EVOSZ elnökének szinte folyamatosan megjelennek, de másoknak is erre vonatkozó nyilatkozatai. Úgyhogy kedvezőtlen előjelekkel futott már a 23-as év második fele is, és összességében ettől kezdve egy gyengülő építőipari teljesítményt lehet aláhúzni a múlt évet illetően. Ennek a rendelésállomány csökkenésnek aztán a 24-es évre is kihatása van, tehát a EVOSZ szerint a mélypont még nem is jött el, 24-ben várhatjuk a szakmabeliek körében. Tehát igazából, hogyha valamilyen probléma adódik mondjuk egy adott ágazatban, például az építőiparban különösképpen, akkor az ugye nem rögtön csapódik le, hanem később, hát a teljesítést, illetve a rendelés állományokat azokat teljesíteni kell 23-ban, és a rendelés állományok pedig vélhetően a 23-ban lecsökkennek, és 24-25 így érződik majd a hatásuk. Így van, egyértelműen. Tehát a rendelés állomány, illetve a szerződés kötés után az építőipari projektek általában egy-két évig jellemzően azért folynak,
Úgyhogy ha abban a struktúrában visszaesés vagy csökkenés jelenik meg, akkor ez nyilván az azt követő egy-két évünket fogja beárnyékolni. Hivatkozott az Évoszra, de önöknél ez tapasztalható? Én, mint az építészkamara elnöke, a mi világunkban azt mondanám, és ehhez a rendezett forrásokat és az ilyen központi információkat mi egy picit később fogjuk még megkapni a mi vonalainkon, de a saját közegemben tájékozódva, vagy a saját aktív tevékenységemben tájékozódva, vagy mondjuk a városban, Nyíregyházán a tervtanácsok, azok is egyfajta indikátorai annak, hogy mi lesz a jövőben, és sajnos az elmúlt év utolsó hónapjaiban az a fajta tervtanács például, ami hetente meghirdetésre kerül, és ott 5-10 napi rend, egy rendesebb, pörgősebb időszakban azért ott van, és van miről beszélni, és azokból további munkák lesznek. Szinte nincs tervtanács, nincs rá szükség heteken át időnként. Az idén még nem volt, az év vége fele is, tehát szorványosan a tervtanács áttért a heti helyet két heti dologra. Ezek mind rossz indikátorok, tehát nem pörög a világ. Talán egy picit Debrecenről is hall az ember, odáig még azért a szomszédvárig ellátunk. Ott valamivel azért jobb a helyzet, vagy ott megindultak bizonyos beruházások korábban és nagy mennyiségben, és azok úgy viszik a várost. Minket is mozdítanak azért bizonyos beruházások, tehát én annyira azért a szakma oldaláról nem félek, de várjuk a fejleményeket. Hát az élet nem áll le, reméljük, és hát szerintem a kormányzat is így gondolkodik, mert hát ugye az építőipari törvényt is módosították, sőt, ha jól tudom, akkor ilyen széles konszenzusos módosítás volt, tehát több hónapon keresztül még a javaslatokat is várták, és elfogadták, beépítették, vagy nem építették be az adott törvénybe. Ugye már a felvezetőben is elhangzott, hogy egységes törvény alatt az állami beruházások. Erre miért van szükség? Nekem mindig eszembe jut az a kör, amikor 10 évvel ezelőtt építészkamarai elnököknek Lázár János tartott egy, akkor még a miniszterelnökséget vezető miniszterként egy ilyen rövid tájékoztatót, és elmondta, hogy tudja, hogy a szakma a változások tömegétől ki van éreztetve, és belefáradunk, és nem győzzük, és a többi, de úgy látja, hogy annak már a vége fele járnak, ez volt 10 évvel ezelőtt, vagy még többen. Most Lázár János, akit egyébként maximálisan tisztelünk, és az építész és mérnök világ véleményének a kikérésébe, az együtt gondolkodásba erősen igyekszik támaszkodni erre a közegre, ami nem feltétlenül nem természetesen volt így mindig. Az őt megelőző időkben nagyon rossz hangulatú éveket töltött a mi szakmánk bizonyos egyéb minisztérium irányítás alatt. Tehát sok megkeresést kapunk, néha abba is bele lehet fáradni, most éppen egy Oték nevű bibliánk a szakmában az országos település fejlesztési és építészeti követelmények. Ez egy kézikönyv, ez is egyfajta rendeleti keretek között létező dolog. Most éppen ez a legfrissebb támadási felület, úgyhogy még túl se éltük az állami beruházások tavaly nyári hatályba lépését, vagy a decemberben kihirdetett, de 24-ben több időpontban és több darabban hatályba lépő építészeti törvény megszületését. Már az Oték kopogtat az ajtónkon, úgyhogy most éppen az a legfrissebb izgalom. Magyarul a szakmának a 10-20 éves tapasztalatait várja a minisztérium, hogy mondjuk már meg ezek a kőbevésett szabályok, hogy egy ajtó ekkora, a lépcsőkorlát akkora, a lépcső nem tudom milyen széles, tehát ezek ilyen részletekről szóló szabályai és alapvetései az építészek világának. Ezekről mondjunk véleményt, hogy jól, rosszul, hogy van ez szabályozva. A törvényeket illetően pedig néha mi is elgondolkodunk rajta, hogy jobb-e az, hogy mondjuk az építészeti törvény 4 korábbi másik törvényt tesz magáévá, és integrál egyetlen nagy, de 250 oldalas volt, azt hiszem a munkaanyaga, a mostanit meg most nem is tudom fejből, de tehát egy terjedelmes, hatalmas anyag. Ez korábban darabokban volt, tehát témánként, témakörönként lehetett különkezelni. Beszéljünk még egy dologról, ez például nagyon érdekel, hogy több támogatást kap a régi nem használt épületek felújítása. Tehát gondolom a kormányzat akkor nem véletlenül akarja terelni a szakmát afelé, hogy ne lebontsák ezeket az épületeket, ugye? Ez több ilyen alapvetés is van azért. Volt ez? Hát ilyen mértékben, vagy ilyen módon, vagy ilyen határozott
eltökéltséggel azért nem szerepelt. Egyike a folyóépítész tevékenységeknek az, hogy a meglevő épületekkel mit csinálunk, hogyan kezeljük. De nem jellemző volt, hogy a régieket lebontották? Hát azért azt merném mondani, hogy a védett műemléki vagy egyéb véd, valamilyen védettséggel rendelkező épületeknek azért alapvetően megvolt a szakmai és a társadalmi védettsége, meg becsülete, meg a törvényi védettsége is. Tehát azért volt olyan kör az épületeknek, amire ez nem vonatkozott, mert műemlék volt, vagy műemléki környezetben volt, vagy stb. Illetve korábbi kategóriák, műemlék jellegű épületek is léteztek. Ez a struktúra is átalakul most a törvény keretébe. Lesznek kiemelt ilyen típusú műemlékek, amiket központilag tartanak majd nyilván, és lesznek egyfajta kevésbé vagy kisebb jelentőségű dolgok, amiket viszont a területeken hagynak, és a területek, a megyék vagy a vármegyék szakemberei fognak gondozni és védeni. De a szemlélet azért ebbe az irányba halad. Összességében igen, arra lennék kíváncsi, hogy ez az új törvény, ez mennyiben, tehát mennyiben elégedettek ezzel, mennyiben változtatja meg az életünket? Tehát néhány olyan gondolat, hogy például az új törvény nem támogatja azt, hogy egy településen a szántóföldek és a mezőgazdasági területek újabb és újabb beruházásoknak adjanak helyet, mikor a település közepén úgynevezett rozsdaövezet vagy barnaövezetként lepusztult ipari részek, vagy rossz állagú valamiféle lakónegyed, mindenféle dolgokra vonatkozhat ez. Vannak, és igenis az első feladat, hogy tárjuk fel azokat a belső, és egyébként az összképet, meg a közérzetet, minden rontó belső területeket, amik alkalmasak lehetnek egy beruházás. Ott viszont mondjuk a bontás az ezzel együtt jár, tehát azért kétféle irányútsága is van ennek a dolognak, de ez a fajta ökológikusabb és a életterünket gazdaságosabban, hasznosabban hát felhasználó gondolkodásmód, ez sugárzik ebből a törvényből. Még egy kérdés így beszélgetésünk végén, ugye említette, hogy hát 2024-ben nem sok jóra számítanak, viszont... Nem vagyok azért negatív ember, én számítok, de még nem látom. Maradjunk ennyiben. Maradjunk bizakodóak, és akkor hát ha bizakodás, akkor nézzük az építő anyagok árait. Hát ez drasztikus emelkedés volt az elmúlt időszakban. Most mi tapasztalható? Tehát az, aki házat szeretné építeni, magyarán mennyire bátran vágjon bele? Igen, a tavalyi évet megelőző időszakban, amikor még a lakásépítés például erős volt, és a többi, akkor még a konjunktúra hajtotta az árakat, és az infláció is felhajtotta az árakat, de ha most visszanézek tavalyi trendekre, a lakásépítés olyan mértékben lelassult, vagy kifutott a korábbi szabályozóival, hogy vannak tüzépek, akik azt mondták, azt hiszem a Kovács egy éve már azt mondta, hogy nála szinte megszűnt a lakás célú anyagvásárlás, stb. Úgyhogy ez a fajta, egyébként pedig más építőanyaggyárakról is tudjuk, hogy a csökkenő kivitelezési és beruházási kedv, vagy az eszközöknek a végessége, és a hiányzó uniós források is, azért tegyük hozzá. Ezek mind-mind az építőipari volumen visszaesésével együtt az építőanyag piacot is ebbe az irányba vitték. Magyarul egyfajta visszarendeződés elindult az árakat illetően, a csúcsra járatott acél ára például radikálisan csökkent a sajtó szerint, de mondjuk a hőszigetelő anyagoknál is egy érezhető, tehát ezek ilyen több 10-20-30%-os árcsökkenések is lehetnek. Most azért visszarendeződés tapasztalható. Most elindult ez a visszarendeződés, most pedig, ha minden jól megy ezzel a megújuló csokkal és egyéb hitelkonstrukciókkal és a szelidülő inflációval, azt merjük remélni, hogy előbb-utóbb érezni fogjuk a való világban is, hogy visszarendeződik, és valamiféle a korábbiakhoz közelítő pozitív trend indul meg az építőiparban, tervezőnek, kivitelezőnek, mindenkinek. Így legyen, elnök úr. Úgy legyen. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. A Magyar Kultúra Napjáról emlékeztek meg vasárnap Szatmárcsekén. Az ünnepi istentiszteleten átadták a Kölcsey Társaság díját, valamint a Himnusz Földje emlékérmeket. Ez utóbbit azok kapták, akik sokat tettek a nemzeti ima születésének 200. évfordulójához kapcsolódó események megszervezéséért. A megemlékezésen Varnuszk Szavér, orgonaművész, Schwarz Zoltán, hegedűművész, Csikos Sándor, Kossuth Díja, színművész és a Sárospataki Református Kollégium kórusa is közreműködött. Balsors, akik régen lépünk, hozz rá végeztem. Megbüntötte már a nép, a múltat,
és jövőben. Őseinket felhozát táplál szent bécén, általad nyert szép hazát benne húznak végre, s merre zúgnak habjai, Tiszának, Dunának, Árpád hős magzatjai felvirágozák. Értünk Kunság mezén értalászt lengettél, Tokaj szőlő veszein nektárt csepegtettél. Zászlónk gyakran plántálád vattörök sárcára, és nyögte Mátyás bús hadát, Bécsnek büszke vár. Haj, de bűnénk miatt gyújt harag kezedben, és elsülítád villámig a dörgő felleget. Most rabló mongol nyilát zúgattad felettünk, majd töröktől rabigát vállalik előtt. Hányszor zengett ajkai, oszmán vad népének, vert hadú csonthalmai, győzedelmek. Hányszor támad, telfiad, szép hazám kedved, s lettél magzatot miatt, magzatot hamvett. Bújt az üldöző, s felé kard nyúlt barlangjába. Szerte nézett, s nem lelé honnyát a hazában. Bércre hát és völgybe száll, bús kétség mellette, vérözön lábainál, s lángtenger fölött. Vár állok, most kőhagy. Kecs öröm röpkedte, halál görgés sírva zajlik más helyette. S a szabadság nem bír úgy a holtnak véréből. Kínzó rapság könnyen úr, Árpád hőszemét. Szánd meg Isten, a magyar, kit vészek hárják, nyújts feléje védők van, tengerén kínján. Valsors, akit régették, hozz rá végeztet. Megbűnhődte már emlék a múltat és jövet. Csíkos Sándor Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, érdemes és kiváló művész szavalt a nemzeti imádságunkat a Szatmárcsekei Református templomban szombaton. Az ünnepség ige hirdetéssel kezdődött, majd Varnus Szavér orgonaművész és Schwarz Zoltán hegedűművész játékát hallgathatta meg a közönség. Thank you.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés 2023-ban jubileumi programsorozatot szervezett az egész vármegyére kiterjedően. A himnusz földje emlékérmet azok kapták, akik valamilyen módon segítették a 200 éves himnusz kultuszának öregbítését. A 200. évforduló alkalmából számos rendezvényt szerveztünk, illetve próbáltuk emlékezetessé tenni ezt az emlékévet monográfiák megjelenésével, aztán musicallel, fiatalságnak, képregénnyel, számos más egyéb programmal is, azzal is, hogy most egy emlék érmét is adtunk azoknak a személyiségeknek, akik támogatták, segítették ezt a rendezvénysorozatot. A 201. év is olyan fontos, mint a 200. év, és igyekszünk ezt az örökséget tovább ápolni Szatmárcseke önkormányzatával és a Kölcsei Társasággal egyetemben. A Kölcsei emlékplakettet Esvarga Pál, a Kölcsei Társaság elnöke adta át Csorba Sándor irodalomtörténész professzornak. Nagy adósságát törleszti ma a Kölcsei Társaság, amikor emlékplakettjét Csorba Sándornak, a Társaság Spiritus Rektorának, a Kölcsei Kutatás doájenjének adományozza. Egy díj rangját nem csak az adományozó, de az általa elismert személyek névsora is jellemzi. Az 1995-ben alapított emlékplakett kitüntetettjeinek névsorában a magyar irodalomtudomány, a magyar kultúra számos nagy neve szerepel, még az ő nevüket is hosszas lenne felsorolni, Mádl Ferenctől, Melokkó Miklóstól, Csikos Sándoron, Görömbei Andráson, vagy éppen Sebestyén Mártán át, Berkesi Sándorig és Varnusz Xavérig. A Magyar Kultúra Napjához, amelyet Kölcsei neve fémjelez, lévén a himnusz kéziratának dátuma, ugyanakkor mi sem méltóbb, mint hogy a plakettet a Kölcsei Kutatás nagyöregje, jelképes alakja Csorba Sándor kapja. Csorba Sándor nagyon régóta a Kölcsei Társaságnak a, hát ahogy mondtam, spiritus rektora, de hát az is természetes, hogy ilyen módon összeférhetetlenség volt, tehát furcsa lett volna, ha ebbe a minőségébe ő megkapja, de ugye most már ő szenior kutató, hogy így mondjam, és tényleg őszinte szívvel mondhattam azt, hogy nagyon régóta esedékes lett volna már, hogy ezt az elismerést megkapja, mert hát annyit mondhatok így még a laudáció kiegészítéseként, hogy a látható része a Kölcsei Kutatásnak az a jéghegy csúcsa. Tehát amikor mi látunk cikkeket, monográfiákat, az a jéghegy csúcsa. Az a 9/10, azt pedig olyan emberek kristályosítják ki, mint amilyen Csorba Sándor. Csorba Sándor iskoláit a Sárospataki Református Kollégiumban végezte, 1957-ben az ELTE bölcsészettudományi karán szerzett magyar történelem szakos tanári diplomát, majd a nyíregyházi Kölcsei Ferenc Gimnázium alapító tanári karában dolgozott. Később kutatásainak középpontjában Kölcsei Ferenc, Bessenyei György és Szemere Bertalan életútja került. A Bessenyei és Kölcsei Társaság egyik alapító személyisége, utóbbinak alelnöke volt. Örülök, hogy együtt lehetünk ezen a napon, mert jó, ha közösen keressük, mit vihetünk magunkkal a 200 éve velünk élő himnusz. Bennünket megérintő ihlet köréből. Az biztos, hogy nemzeti kincseink közül visszük anyanyelvünket a nyelvemlékeinkkel, népmeséink, népdalaink, ősi és keresztjén hit világunk szavaival együtt. Az sem kétséges, hogy Kölcsei Ferenc meggyőző írói személyisége munkáival együtt továbbra is velünk marad. Az első a meglepetés érzése, ugyanakkor azonban a másik, ami áthatja ilyenkor az ember gondolatvilágát, az a Kölcsei Társaságban végzett munka, amit én annak idején 1988 óta
végeztem. Ennek persze többféle kihatása volt, de a teljesen maradandó az, hogy a társaság füzeteket jelentetett meg, és ezekben, ha jól emlékszem, nem 14, hanem 24 jelent meg. Ennek a gondozása állandó elfoglaltságot, állandó a szatmári közösséggel való kapcsolatot jelentette. Belül meg kétségkívül mindig egyfajta ösztönzést adott, hogy előre, előre. A templomi ünnepségen Várnusz Xaver az elmúlt évi díjazott is kézbe vehette emlékplakettjét, mivel külföldi turnéja miatt a 2023-as évben nem tudott a díjátadón személyesen részt venni. Az a nagyon szerény véleményem, és azt hiszem, hogy minden populizmus nélkül ebben önök is egyetértenek, hogyha minden emberre nézve kötelező lenne, hogy minden reggel el kéne olvasnia egy oldalt a Bibliából, minden reggel végig kéne hallgatnia egy Shakespeare szonettet, vagy egy részt valamelyik színművéből, és minden reggel egy Bach művön keresztül átfilterezhetné mindenki az agyát, akkor valószínű, legalábbis az én naív hitem szerint, nem lenne több háború és borzalom a földön. A rendezvényt a hagyományos koszorúzás zárta Kölcsey Ferenc síremlékénél a Kopjafás temetőben. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorra. Szerdán jelentkezünk, akkor többek között a méhészek helyzetével is foglalkozunk. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!